Mi adja meg advent mélységét és magasságát? Hogyan várjunk az Istenre, és kell-e várakoznunk még karácsony után is? Lehet, hogy az egész életünk egy advent? Az Agape Plus Podcast mai részében ezeket kutatjuk vendégeinkkel, Gyűri Virág újságíró szerkesztővel és Gyűri Tamás evangélikus lelkészsel, a Budapesti Kortárs Keresztény Intézet igazgatójával. Én Vágvögyi Gergely vagyok, köszöntöm kedves hallgatóinkat! És köszöntöm vendégeimet is, szervusztok Mi is, Mi És köszöntünk téged is, és a hallgatókat is. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez egy rendhagyó podcast, nem volt még olyan, hogy házas pár jött volna ide hozzám a stúdióba, és nagyon szépen köszönöm, hogy Adventben is elvállaltátok. Mert hogy azért beszélünk majd erről is, hogy szép dolog az Advent, gyönyörű időszak, de hagy feladatot is a gyakorlatban és a lelki életben egyaránt az embernek, de ne rohanjunk ennyire előre. Arra kérlek titeket, és köszönöm, hogy tegeződünk, hogy meséljetek egy kicsit arról, hogy nektek személyesen mit jelent ez az időszak? Nekem ez az egyik legkedvesebb időszakom az évben, tehát én mindig nagyon várom. Nekem fontosak a külsőségek is abban, hogy lelkileg meg tudjak érkezni, úgyhogy például múlt szombaton hatalmas örömmel vetettem bele magam a lakás dekorálásába és egyéb ilyen földi hívságokba, mert nekem ez segít abban, hogy meg tudjak érkezni. Tehát az, hogy megjelennek a fényfüzérek, az adventi koszorú, a kis adventi kalendárium, ezek az apró külsőségek is, is fontosak abban, hogy Lezárjak egy szakaszt, és megérkezek egy újba. Úgyhogy vannak rituáléim is, amit kifejezetten erre az időszakra tartogatok, nekem ez sokat jelent. Majd mesélek még róla. Egy varázslatos időszak mindenképpen az advent. annak ellenére, vagy a, a, akkor is, hogyha ha felnőttként az embernek sokkal nehezebb megélni. Nekem nagyon szép adventjeim voltak gyerekkoromban a családi otthonunkba, nagyon mély üzenetekkel, és nagyon kedves emlékez, ami, ami ilyenkor az embernek újra, újra előkerül, és előjön, de azt nyilván az ember látja, hogy, hogy nagyon nehéz az adventi időszakot jól kihasználni, pedig ez egy nagyon fontos dolog felnőttként. Ugyanakkor pedig nagyon sok függ szerintem azon, hogy a felnőttek hogyan szervezik a gyerekek életét. Úgyhogy én örülök neki, hogy annak idején a mi családunkba szüleim, és hát nagyszüleim, akikkel együtt éltünk, különösen nagyapám volt ennek a motorja, nagyon szép adventi alkalmaink voltak. Esténként összegyűlt a család, és, és minden este volt egy gyertyagyújtási időszak, amit aztán mi is igyekeztünk a Gyerekekkel is gyakorolni, most, hogy már ők is nagyobbak, és még itt egyetem és mindenféle iskolák, és mellette ez, ez még nagyobb kihívás, de azért hetente egy-két alkalommal mindenképpen szoktunk erre időt szakítani, hogy, hogy legyen egy közös elcsendesedés is. Gondoltam, hogy hivatalból is azt fogod mondani, hogy persze, hogy milyen szép és milyen jó időszak. Hát mi más mondana egy lelkész? De Ennyi műhelytitkot talán sikerül, vagy elszabad árulni a kedves hallgatóknak. Amikor egyeztettünk veled, és meghívtalak ebbe a beszélgetésbe, akkor elárultad, hogy azért egy piszokrohanós időszak közepén, vagy rengeteg munkával, rengeteg felkéréssel írsz, beszélsz, dolgozol. Szóval nincs ebben valamilyen kettőség, amit fel kell valahogy oldani? Mindenképp van benne kettőség. Mondjuk azt elárulom, hogy ez az időszak egy klasszikus gyülekezeti lelkésznek, vagy egy plébánián lévő papnak nem a legnyugalmasabb időszaka. Ugyan én egy felekezetközi missziót vezetek jelenleg a Budapesti Kortás de ott is sok minden tartozik hozzánk, és ilyenkor kicsit ugye az egyik része, amilyen szolgáltat végzünk, az, az például a könyvkiadás, az mindig fejnehéz. Tehát, hogy, hogy ilyenkor az utolsó negyed év hozza a év három negyedének a forgalmát. Tehát körülbelül ez, ez, ez lehet. Ez önmagában rengeteg feladatot jelent, és megszervezendő dolgot, és hát az egyéb dolgok erre még rákapcsolódnak, hogy ilyenkor az emberek nyitottabbak az üzenetre, ez ezért ugye nagyon sokszor kell megszólalni, és ez, ez egy, egy feszültséget okoz, de nagyon fontos, hogy itt is meglegyenek a csendességek. Tehát azt gondolom egy keresztény ember számára, és ez nem csak egy, most tehát tekintsünk el ettől, hogy mondjuk civilben én pap vagyok, szóval ez, ez nem annyira ez ez hazza, hanem azt gondolom egy keresztény embernek is szükséges az, hogy, hogy vegyünk példát Jézusról, tehát hogy ő hogy csinálta. Azt látjuk, hogy ha, ha őt, az ő életét nézzük, hogy, hogy mindig volt idő arra, hogy ő visszavonult. De nem hagyta magát sodortatni az eseményekkel, és azt gondolom, hogy erre törekednünk kell nekünk is. Volt egy professzorom, aki azt mondta, hogy minél több dolgunk, dolgom van, annál több időt kell szánnom az imádságra. Van egy kiváló könyvünk, ami megjelent az Immanuel kiadónál, John Mark már a könnyörtelen leszámolás a rohanással, az egyébként pont erre mutat rá, hogy ha nem számolunk le a rohanással könyörtelenül, akkor nincsen lehetőség a szeretetre, az örömre és a békességre. Amire a legnagyobb szükség van. Tehát, hogy mindegyikhez a szeretethez is idő kell, az örömhöz is idő kell, és a békességhez is idő kell. Térjünk rá arra, hogy mit is jelent Advent, és mi a jelentősége? Mert ha ezt nem tisztázuk, akkor utána, ha nem is hiába való lesz minden más, mm -hmm. amiről beszélgetünk, de egy kicsit kevésbé lesz mindenképpen megalapozott. Szóval mi a jelentősége Adventnek úgy általában a hit szempontjából, mondjuk a kereszténységünk szempontjából? Mindenki óriási jelentősége van, de van egy tévedés Adventtel. Közkeletű tévedés. Ez pedig az, hogy az Advent az a várakozásról szól. De az Advent az nem a várakozásról szól, hanem az eljöhet erről. Maga ez a, ez, a, ez a szó is, hogy Advent, ez az Adventus Dominiből jön, az Úr érkezéséből. És hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert a világ, Isten nélküli világ, a szekuláris világ, az tud mit várni. Mit vársz az élettől? Mit vársz ettől, ami, ami fog történni? Mit vársz bizonyos dolgoktól? De mi nem mit várunk, hanem kit várunk és akit várunk, az eljövendő. És olyan valaki, aki már eljött, és ezért tudom, hogy ő el is fog jönni. Tehát a, a, a valójában a advent az nem a várakozásnak az üzenetét hordozza magába, hanem az eljövetel üzenetét hordozza magába. És valójában arra figyelmeztet bennünket, hogy az ígéretek már beteljesedtek nagy részt, Ugye érdemes csak megnézni az Ószövetségnek mondjuk a kanonikus könyveket számolom, tehát most a, azt, amiben megegyezik minden keresztény felekezet, hogy hozzátartozik. Ugye 66 ilyen könyv van, 39 Ószövetségi könyv, ebből a 39-ből mondjuk nagy része profétai könyv az Ószövetségben, az Újszövetségben a 27 új szövetségi könyvből csak egy profétai könyv van. Tehát, hogy míg az ószövetség az ígéretről szól, az új szövetség ennek a beteljesedése. És hogy mi úgy várunk, tehát hogy nem egy olyan, sokkal nehezebb volt az ószövetség időbe várni, mert kaptak ígéreteket Istentől, de még nem látták, hogy ez beteljesedik. Mi már úgy várunk, hogy az, aki, aki, akire várunk, hogy újra vissza fog jönni, az már egy eljött úr, aki már itt hagyta a nyomát, és ez tagadhatatlan, hogy megváltoztatta a, az egész e, kultúrát. A, a, amihez hozzá fért, hozzá ért, az, az mind, mind új alapokra helyezte. Az időszámítása a nyugati világba ő hozzá kapcsolódik, és onnan, onnan indul. Mert olyan nagy volt az, az, a, az a lenyomat, amit Isten itt hagyott nekünk, amikor eljött. És e, azt gondolom, hogy ezért az adventi időszakba ez, hogy ismerd meg azt, aki eljött tudjad, hogy ki az, aki eljövendő. Ez egy hallatlanul fontos dolog, és egy központi fordulata üzenete az egyház évnek és, és ennek az egész történetnek. Előrehozom akkor az egyik későbbre tervezett kérdésemet, hogy kit várunk? Oké, okay, Istenre várunk, aki 2000 éve jött. Na de miért várunk valakire, aki itt volt már 2000 éve, és 2000 évvel ezelőtt azt mondta, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát miért kell várni arra, aki már megérkezett. Azért, mert a, a róla szóló proféciák azok csak részben teljesedtek be. A róla szóló ígéret az még nem minden területen ö, teljesedett ki. Tehát vannak olyan ígéretei Istennek az ő érkezéséről, ami amikor Jézus jött, akkor még nem teljesedett be. Tehát nem, nem jött el úgy Isten országa, hogy mindenki számára, aki a világon van, azok, annak egyértelmű lenne ez. De ez egyébként nagyon jó, hogy így történt, mert hogyha eljött volna úgy, ahogy ígérte, vagy ahogy az ígéretek még szólnak, akkor Isten ítélete kellett volna, hogy utolérjen. De Istennek a terve az volt, hogy előbb a kegyelme érjen utol, hogy utána találkozzunk az ítéletével. És ö, valójában... Az, aki jön, az azt jelenti, hogy amikor Jézus visszajön, akkor, és ugye ezt ez a várakozásnak ez a tárgya, hogy az aki eljött, az eljövendő is, és hogy, hogy vissza fog jönni. És ezért az átvennek mindig kettős, amire figyelünk, hogyha valaki mondjuk jár közösségbe, akár misére, akár Isten akár, akkor ezzel fog találkozni, hogy, hogy az egyik egyes vasárnapok arra tekintenek, hogy Jézus hogyan jött el, más vasárnapok arra tekintenek, hogy Jézus hogyan fog visszajönni. És ez, ennek a feszültségében, a már igen, de még nem feszültségében vagy, vagyunk most, el kettő között, két eljövetel között, amit várunk az az, hogy kitejesedjen az, az, amikor Isten az ő világát, újjáteremti országát helyreállítja, amikor az, ahova mi tartozunk, és mondjuk az újjászületett keresztény ember az, az aki, aki, már ismeri azt, aki már egyszer eljött, és ez a kegyelem rátalált, és ezt a kegyelmet elfogadta, az, az annak van egy, egy, másfajta állampolgársága. Valójában igazán az a keresztény, aki tud úgy élni, hogy nem az köti le, hogy hogyan Gondoskodjak itt magamról ezen a világon, hanem hogy hogyan tudok a mennyei állampolgárságomnak megfelelni. Én még azt hozzátenném a Biblia ugye azt mondja, hogy új eget és új földet várunk, ahol igazság lakozik. Azt gondolom, hogy ez egy csodálatos reménységünk. Tehát amikor azt kérdezed, hogy mit várunk, amikor hát azt mondja, hogy itt velünk az Úr, ugye azt mondjuk, Imánuel, ilyenkor ebben az időszakban ez felhangosodik. Igen, ez egy csodálatos megtapasztalás, de azért ott van a fájdalmunk, a szenvedésünk, ott vannak a könnyeink és látjuk a mérhetetlen sok igazságtalanságot. Hát milyen reménység ez, hogy mi mit várunk. Hát mit az, hogy lesz egy új világ, ahol igazság foglalkozni, ahol letörlik a szemünkről a könnyeket, ahol nem lesz többé gyász, nem lesz fájdalom. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyenkor ez, ez, még hangosabb ebben az időszakban, ez a reménységünk, és ebben nagyon jó belekapaszkodni, mert van olyan, amikor semmi más nem tud megtartani, csak ez az örömhír. Amikor Jézus 2000 évvel érkezett, akkor alázatosan háton érkezett. És érdekes dolog, hogy kölcsön Istállóba született, kölcsön szálláson, kölcsön volt a számára, amikor bevonult Jeruzsálembe, kölcsön kérte a, az a, a, a pénzt, amikor meg kellett fizetni az adót. És e, valójában egy nagyon szerény körülmények között érkezik meg, amin, amin egyébként e, e, mindenki rácsodálkozik. Tehát a napkáti bölcsek először Jézust a királypalotába keresik, mert ők leolvasták az égről, hogy a zsidóknak királyuk született, és amikor odaérkeztek, akkor az volt a evidens, hogy ott van. És ki kellett menni Betlehembe, és, és igazából a pásztorok között találták. Tehát, tehát nem ott találták, ahova ők számították volna, hogy érkezik. Mert Isten így jött. És azért, hogy utána, ha tudjon hajolni minden elesetnek, hogy valóban áldozat legyen. Ugye a pásztorok azért kerülnek bele ebbe a történetbe, nem azért, mert ők nagyon szegény emberek voltak, bár ez igaz, hanem azért kerültek be, mert ők őrizték azokat a bárányokat, akik, amelyek áldozati állatok lesznek majd Jeruzsálembe nagy pénteken. És valójában azért ő számukra szól, hogy figyelj, ti őrzitek az áldozati bárányt, na megmutatom nektek az Isten igazi áldozati bárányát, és ez volt, ezért, lát, ezért látogatták meg Jézust, és ez volt az, amit fölismertek, egyébként Jézus a bepójálás az azért volt jel, mert ez a bepójálás az egy ilyen gyolcs volt, egy halotti gyolcs, amiben betekerték Jézust a szülei, mert nem, volt, nem voltak fölkészülve az érkezésére, és hirtelen és, és az volt ott kéznél, és ezért jel volt számukra, hogy, hogy tényleg Jézus az, az, akinek meg kell halnia a világ bűneiért. És, de ez az érkezés, ez egy nagyon csendes és szerény érkezés. És nem láttuk azt, hogy Isten helyreállítja a világot, hogy igazságot tesz. De hogyha ezt megtette volna, akkor valószínűleg mi, akik sokan szürkék vagyunk, lehet, hogy nem vagyunk feketék, vagy nem érezzük így, de nem vagyunk fehérek se, főleg nem Isten mércéjével. Mi, akik szürkék vagyunk, akkor nekünk, rajtunk is ott lett volna Isten ítélete, és nekünk se lett volna része az ő országában. Tehát amit várunk, az az, hogy ez helyreáll, és akit várunk, az az, hogy aki újra, újjá teremtész az egész világot, szerintem ennek egy, egy nagyon csodálatos más aspektusa lehet. És lehet, hogy mi sem feltétlen ott találjuk meg, ahol először keresnénk? Tehát uh -huh. lehet, hogy mi is rossz helyre nyitunk be, mint a napkeleti bölcsek uh -huh. először? Ez szerintem elég gyakran előfordul, és Istennek van humora is arra, hogy időnként meglepő helyeken bukkanjon föl, akár az életünkben is, és sokszor az ő meghívó levele, az lehet, hogy valami fájdalmon érke, keresztül is érkezik az életünkbe. Tehát hogy nem gondoljuk, hogy ha valami nehézség van az életünkben, az azért van, mert ez egy, ez egy meghívó levél arra, hogy gyere közelebb hozzám, vágyom a veled való kapcsolatra, gondolkodj el egy picit az életeden, biztos, hogy jó irányba tartasz-e? Úgyhogy ilyen aspektusa is van annak, hogy nem biztos, hogy ott van Isten, ahol, ahol, várod, de az csodátos megtapasztalni, hogy amikor te odaérsz arra pontra, akkor Isten már rég ott volt. Tehát ő már tárt karokkal vár is felkészülten arra, ami rád vár. Tehát őt nem éri meglepetésként, ami velem éppen történik. Az ő tervének az valamilyen módon része, és megadja hozzá az erőt is, hogy azon átmenjen az ember. Hogyan kell készülni arra, aki eljött és eljön újra. Mit tegyünk a hétköznapjainkban? Az előző podcast adásunkban egy nagyot beszélgettünk az imáról. Gájer László és Simon uh -huh. Dávid atyákkal érdemes azt is meghallgatni. Mit tegyünk a hétköznapjainkban, akár az ima életünkben, hogy ez az advent, ez, ez valóban arról szóljon, amiről ennek a pár hétnek szólnia kell. És hogy lehetőleg karácsonyjal, hogy mondjam, ne, ne kimenjünk ebből az egészből, hanem benne maradjunk az ő jelenlétében. Szerintem elejtében. az egy borzasztó nagy kísértés, főleg ilyenkor a mit tegyünk. Tehát, hogy mindig tenni akarunk valamit. Legegyszerűbben talán azt mondom, hogy legyél nyugton egy kicsit. Tehát ne akarjál annyira tenni. Tehát nem, nem valójában arra van egyedül szükség a jobbik részre, amikor, amikor csöndbe vagyok, lenyugszom, félreteszem a dolgaimat, és hagyom, hogy megszólaljon Isten. Keresem a társaságát, Ö leülök, meghallgatok valami léleképítő dolgot, műsort, olvasok, töltődöm. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legjobb dolog, amit tehetek, hogy hagyom, hogy Isten hangja elérjen hozzám valamilyen csatornán keresztül. Azért ma már rengeteg lehetőség van erre, tényleg technikailag is, meg minden, hogyan de nem kell személyes jelenlét ahhoz, hogy az ember eljusson ezekhez a lelki táplálékokhoz, de számomra ez a legfontosabb dolog, mit tegyek, azt, hogy hagyok erre az életembe lehetőséget és időt, is? megpróbálok nyugton lenni egy kicsit, és lelassulni, és csöndben lenni. Én szerintem nézzük meg a, a, azt, hogy hogy történt a Bibliába. Tehát igazából mi mindig erről beszélünk, hogy hogyan készüljünk föl meg, de valójában itt a karácsony az nem arról szól, és az advent időszak azt, ezt vezeti be, tehát hogy Azért kaptuk az átmenti időszakot, ugye az 5. század óta van a karácsony előtt egy ilyen e, bőti idő, ami megelőzi, hogy fölkészüljünk, hogy ne az legyen, hogy, hogy eltennek az ünnepek, és akkor veszük észre, hogy ja, itt, itt mi történt? Ja, hú, ha tudtam volna. Tehát, hogy e, ugye ez, ez olyan dolog, ez egy kicsit a, az isten óriás plakátjai e, arra, hogy, hogy figyelj, valami fontos dolog készül. De nem az várja tőlünk Isten, hogy legyünk készen. Az első karácsonykor senki nem volt készen. Tehát ott kezdődik, hogy ugye, amit már említettem, hogy a szülőknél nem volt baba kelendje, ott, ott a, ezt találták a barlangba, ezt a, ezt a gyolcsot, amiben bele a az újszülöttet, mert nem volt náluk a, a, a megfelelő célszerszám. Nem volt ott a babakocsi, meg a babakocsi vagy nem tudom, tehát nem, nem volt a A hiper-szuper felszerelt Nem voltak készen. Tehát a Jézus szülei <laughs> nem voltak készen az érkezésre. Nem tudták, hogy ez akkor fog történni. Eh, sodortatva voltak a történelmi szituációtól, de nem voltak készen a pásztorok is. Tehát a pásztorok azok azt gondolták, hogy ez is egy olyan éjszaka lesz, mint szokott lenni. Tehát ott eh, beszélgettek, eh, ott voltak, őrizgették a nyájukat, és, és, és egyszer csak meg, megjelent tehát az Isten dicsősége. És nem volt készen egyébként Heródes -e, tehát a király sem volt készen erre, nem, nem azzal kelt föl, hanem oda jöttek ezek a, a napkelti bölcsek, és, és, azok, azok ültették el a bogarat föl, hogy itt valami történt. Tehát, hogy a karácsonyi történet arról szól, hogy senki sincs készen, de Isten cselekszik. És ki az, aki találkozik Istennel, ki az, aki nem marad le arról, hogy Isten megérkezett, hogy Isten eljött, hát azok, akik képesek Istent maguk csodálni és nézni. Akik bekapcsolódnak ebbe, hogy nézzük, mit tesz Isten. Herodes az, az maga helyett mást küld. Elküldi a bölcseket, hogy nézzétek meg, aztán majd szóljatok nekem is. De ő marad erről. Ha valamit tehetünk, akkor az az, hogy higadjak le, és nézem, hogy mit cselekszik az Úr. Tehát nézem azt, hogy Isten mit készített ezen a karácsonyon, mi az, ami, ami történt, tehát, hogy valójában én nem készen kell, hogy legyek, hanem meg kell, ahhoz kell megállnom, hogy lássam, hogy mi az, amit Isten cselekszik. Ezt lehet egy kicsit pontosítanám, hogy igen, készen kell lenned olyan szempontból, hogy én ezt úgy szoktam magamnak lefordítani, hogy legyen nyitva a szemem, legyen nyitva a fülem, és legyen nyitva a szívem. Én ezt sokszor én ezt imádkozom a napi imádságomban, hogy Uram, add, hogy nyitva legyen a szemem, hogy halljalak, hogy lássak, hogy érezzelek. Tehát, hogy, hogy ezek, ez, ez egy fontos dolog, hogy Isten a csöndben tud megszólalni. Tehát, hogyha itt nagy zűrzavar, pörgés és hangzavarban körülöttem, akkor nem fogom meghallani a hangját, nem jutnak el hozzám ezek az üzenetek, ahogy szólni szeretne hozzám. Tehát ilyen értelme, én azt mondom, hogy légy készen, hogy hald és lásd, hogy Isten hogy cselekszik hát az meg, életedben. Meg egy kicsit, hogyha szabad behozni egy ilyen most divatos ö, ö, ennek az időszaknak a, a mai világba, hogy ö, kirakjuk a fényfüzért, kirakjuk a, a mindenfélét, de sokszor ezek a hamis fények, ezek elhomályosítják a betlemi csillagfényét ezeket a hamis fényeket, ezeket ki kell írtani az ember életébe, és hogyha ez nem segít, nem, nem segít, tehát ne használják olyan fényfüzért, amelyik nem az igazira mutat. Értem, amit mondtok, de hagyj kérdezek rá ennek a, a, gyakorlati... Igen, én is gondoltam, hogy ez jó lenne. Csúnya szóval forintosítható, hogy anyára. Tehát, hogy Tamás, ugye beszélsz arról, hogy nézzem, hogy mit tesz az úr. Virág, uh -huh. többször is utaltál arra, hogy hallgatni az, az Úr szavára, de ezt hogyan tegye meg? Tehát, hogy üljek le otthon a kanapéra, egy kicsit szóljak a gyerekeknek, hogy apa most figyel, kapcsolja ki tévét, rádiót. És várjam, ahogy nem tudom, hogy ücsörögve majd egyszer csak fénysugár ragyog be az ablakon, és hát, mennyi ő... szózat hallik. Tehát, hogy most persze mm. nárujátok mm -hmm. egy kicsit ilyen. Nem, e, nem De nem hogy nem hogyan, ez. hogyan. Teljesen releváns kérdés. Elmondom, hogy én hogy szoktam. Tehát, hogy nekem például nagyon fontosak az esték. Nekem jó, nekünk már nincsenek olyan kicsi gyerekeink, mint például neked, tehát azért én emlékszem arra az időszakra. A ezt nem láthatják, de együttérzően nézett rám Tehát, hogy emlékszem erre az időszakra, tehát most egy más, más életszakaszban vagyok, megtehetem azt, hogy amikor a gyerekek elmentek aludni és lefeküdtek, azt az időszakot bölcsen használom ki. Rám rettenetesen rám terhelődött, és az utóbbi időben különösen is fontossá vált, hogy milyen iszonyatos mennyiségű időt elpazarolok az interneten bóklászva, a közösségi oldalakon, vagy csak akárminek utána nézve, olvasgatva, a híreknek, bárminek. Hogyha ezt mindenki őszintén szembenézne azzal, hogy Hány órát töltök el így a mindennapomból? Van hogy a ilyen képernyőidő jelzőpéd program megírja az embernek és szembesíti a kőkemény számokkal. Tehát én azt, azt vettem észre, hogy ezt nem engedhetem meg magamnak, hogyha jót akarok a lelkemnek, ha vágyom arra, a személyes jelenlétre, aminek az erejét az életemben megtapasztaltam, semmi máshoz nem hasonlítható örömről van szó, amikor ez ember azt tapasztalja meg, hogy a, a mennyei atyának mondani valója van számomra. Ő szeretne valamit súgni a fülembe, hogyha arra vágyik, hogy ápoljuk egy kicsit a kapcsolatunkat. Tehát mit csinálok? Közösségi oldalak minimálisra csökkentése, internet minimálisra csökkentése, jó minőségi olvasnivaló, ami lelkileg gazdagített. Itt is kulcskérdés, hogy mivel letetem a lelkemet. Ilyen időszakban különösen fontos nekem, például kifejezetten olyan könyveket szoktam olvasni, ami az advent üzenetet bontja ki. És én ezt minden napra elosztom. Nekem nagyon fontos, én reggel is időt szánok arra, hogy legyen egy kis napi csendességem, amikor megkapom a lelküzenetet, bibliát olvasok, imádkozom, Megvan ennek a rituáléja, de én ezt este is beiktatom. Egyébként is, de ilyenkor több időt szoktam rászállni. A leeső időket is nagyon-nagyon jól ki lehet használni. Annyiszor kapom magamat azon, hogyha fölszállok egy buszra, vagy várok a menet, várok valamire valahol rendelőben, az ember rögtön előkapja a telefonját. Ezek az első mozdulatok és nagyon sokszor kaptam magamat azon, hogy akkor is valójában hiába valóságokkal töltöm az időt. Ezek a 10 percek, 5 percek, 15 percek is válhatnak értékes időké, vagy egy háziasszony miközben főz, be lehet kapcsolni mondjuk az Aga P podcastet, vagy Köszönjük bármi <laughs> egyebet, ami lelkileg épít, és az alatt is, miközben jár a kezem, vagy a gyerekekkel foglalkozom, szólhat a háttérben. Nekem nagyon fontos, hogy amikor reggel készülődöm, az beágyazok egyebek ilyeneket, csak a is hallgatok valami olyan dicsőítő zenét, amiközben elültet gondolat morzsákat a lelkembe. Tehát, hogy rengeteg olyan apró alkalom van egy nap során, amit nem becsülünk meg, hanem mindig ez a, tehát én ezt magam mond, tanultam meg a saját kísértésében, hogy mindig olyan nagy feneket akarok keríteni mindenkinek. A jó, akkor most leülök és most átventezem. De ez nem erről szól, ez arról szól, hogy Uram, most van pár percem, amíg várok a gyerekekre, mert végeznek az edzésen, vagy, vagy itt most arra szólok a dugóban egyedül, tehát, hogy annyi olyan pillanat van, ami alkalom lehetne arra, hogy engem gazdagítson, és én annyi kincset kaptam ezekben a les, így hívom ezeket, hogy láss időkben. Szóval, például így. Én például nagyon határozottan húztam egy, ott én nem olvasok hírportálokat. Te semmi ilyet. Ez nagy szó, tudom, mert a Tamás reggeteket olvasott. Nem tehát, tudom, hogy nem volt a családunk legtájékozottabb tagja. Talán, talán, nem fog összedülni a világ ettől, hogy, hogy én most nem követem, hogy éppen az aktuális politikai eh, dolgok hogyan változnak, vagy a közvéleménykutatások. Nyilván van, akinek ezzel foglalkozni kell, és nem teheti meg, de azt gondolom, hogy legtöbbünknek egyáltalán nem szükséges. És itt ez az, az a, a kérdés, hogy a prioritásokat nagyon fontos, hogy üljön le az ember, tehát, hogy ezt úgy kell elkezdeni, azt gondolom, hogy nézzük meg, tehát, hogyha a prioritás az, hogy akarok el találkozni, ezt szeretném. Azt akarom, hogy hozzám is elérkezzen az, aki érkezik hogy ne, ne, legyen hiába az érkezése. Mert ugye itt a, az adventi időszaknak a készenléte, vagy nem tudom, az arról szól, nem, a, nem, abba kell készülni, amit az előbb is mondtam, hogy észrevegyem, hogy mit tesz Istent, hogy, hogy euh, én, én csinálom a sót, hanem ahhoz, hogy megnézzem, tehát ahhoz kell valami, hogyha a gyerekem akar nekem mutatni valamit, akkor arra időt kell szakítani. Tehát mondhatom neki ezt, hogy gyere vissza majd később, vagy nem tudom. Tehát, Bármi így van, hogy ezek, ezekre, ezekre idő idő időkerek. És akkor nézzük meg a prioritásokat, hogy mi, mi a fontos, mire való ez az időszak. És ami ebbe akadályoz, erről szól, amit ma említettem, a könyörtel leszámolás rohanása, hogy ezeket kihúzom, kész, és akkor le kell húzni a listáról, és kiderül, hogy nem hiányzik annyira. Megvan a prioritás, meghozza az ember a, ezeket a bátor döntéseket, hogy hogyan, ö, hogyan számolok le ezekkel, amik zavarnak, és utána építsek be olyanokat, amik a virág itt mondta, hogy épít. De Isten egyébként, tehát ne felejtsük el, tehát itt a tömegkommunikáció idejében élünk. Itt most egy podcastba ülünk, amit, amit, majd lehet mindenhol hallgatni. Hú, de jó lesz. De, de igazából a kommunikációt azt nem mi találtuk ki, csak tömegkommunikációt nem mi találtunk ki, magát az információt sem mi találtuk ki, hanem Isten az egy olyan Isten, aki a szavával teremtette a világot. Tehát ő egyébként kommunikál és használ egy csomó mindent. Tehát, hogy, hogy, Istennek valójában szava van hozzánk. Tehát a Biblia az Isten szava. Ő az, aki megszólalt. Az írott igéje. Tehát, hogyha szeretném vele találkozni, akkor ezekre szakítsak időt arra, hogy kommunikáljon hozzám, beszólítson meg, ehhez van sok minden, ami, ami adott. Tehát, hogy a kérdés az, hogy amiről Virág is beszélt, hogy megtalálom-e ezeket az eszközöket, amiket Isten már rég biztosított. Tehát van nagyon sok jó dolog, amit helyére tudok rakni, a, azok a helyére, ami, ami, akadályoz ebbe, hogy ez, ez menjen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy akár nézzünk, hogy miről szólt a, a karácsonyi történet. Lehet venni, hogyha valakinek nincs, akkor, akkor akár ingyenesen is lehet letölteni applikációba, a bibliát, stb. Jó, olvassuk el, hogy mi ez a történet. Van nagyon sok jó forrás, amiket hát nyilván keressünk minőségi forrásokat, tehát ö, nyilván a koszos víz is víz, de az nem biztos, hogy annyira egészséges. Tehát, hogy keressünk minél tisztább forrásokat, és, és azokat ö, tudjuk olvasni. Rengeteg irodalom van, vannak napi. Áhítatok, amik segíthetnek, hogyha ha, ha ez, ez, nekem még nehezen megy, úgyhogy közvetlenül találkozzak. De aztán én magam is járjak utána dolgnak, Hagyjak időt arra, hogy Isten kezdjen el szólni. Tehát a tapasztalat az, hogyha kézbe veszem akár Isten igényét, és ö, akár segítséggel egy közösségbe elkezdem azt tanulmányozni, akkor nagyon-nagyon sokat ad, és akkor, hopps, egyszer csak meg, egyszer csak fogom hallani a hangot. Tehát ki kell tisztítani az embernek a Igen. csatornákat. A, a, így van, a, van egy nagyon kedves lelkipásztor, idős lelkipásztor barátunk, aki valahogy így fogalmazott, így tudnám lefordítani, mert angolul beszélt, hogy Isten egy szövegláda ez így van, és ez azt hiszem, hogy jó néhányan megtapasztaltuk már, tehát hogyha elkezdünk vágyni a vele való kapcsolatra, és arra, hogy szóljon hozzánk, akkor ő elkezd beszélni, elkezdi megmutatni magát a csendben, a, a az imáinkban, a, egészen különleges lesz, ahogy megtelik élettel a csend. Először azt hiszem, hogy félelmetes, és biztos vagyok benne, hogy vannak sokan olyanok, akik mindent megtesznek azért, hogy ne kelljen csendben lenni, mert a csend az inkább frusztráló számukra is, fölhangosítja a félelmeket, az elnyomott gondolatokat, tehát én ezt, ezt is megértem, hogy ez nem mindenkinek könnyű, de hogyha ebben gyakoroljuk magunkat, akkor ez el tud kezdeni, élettel és éltető üzenettel megtelni ez a csend. Történt már veletek olyan, hogy egészen biztosan tudtátok, hogy Isten hangját halljátok, hogy most szól hozzátok az Úr? Oh, persze, nagy, Nagyon. Uh -huh. Azért kérdezem, hogy honnan lehet tudni? Tehát ha valakivel mondjuk uh -huh. először történik ez meg, mert most uh -huh. elfogadta azokat a tanácsokat, amiket adtatok, hát honnan tudja, hogy ez most nem én voltam, uh -huh. hanem az most tényleg kaptam valamit fentről, én... és hogyan kell akkor kilépni a vízre? Ahhoz, hogy Isten szavát meghalljam, tehát az első lépés az az, az hogy ki kell vennem a fülemből a hangkioltós fülhallgatót. Tehát, hogy nem csak azért, mert előtt a busz, hanem nem hallom, hogy dudál, de, de tényleg, tehát, hogy ezek a technikai eszközök, ezek nagyon magunkba zárnak. Amit én hozzátehetek, az az, hogy ezeket a dolgokat kiktatom. Leveszem a fülemről a fülhallgatót, előveszem azt, hogy nézzük akkor, mit mond. Tehát ez a, mert Isten féle csatornán szól, tehát mert egy szövegláda, csak nézzük meg azt, hogy melyik az. És hogy, hogy azon keresztül, akkor, akkor vegyek kézbe, vannak nagyon jó magyaráztos bibliák például, vagy van, vannak napi áhítatok. És azokat, ha elolvasom, ismerjem meg. Nyilván annak a kontextusát is fontos tudni, hogy, hogy mi az Isten igéje, de ezek nagyon sok ilyen eszköz van, ami tud segíteni abba, hogy meghalljam Isten szavát. És valójában, amikor a, Isten elkezd e, dolgozni az életünkben, akkor, akkor sok meglepetés éri az ember. Tehát, hogy mert nem azon múlik, tehát Isten személy, tehát nem én hozom elő magamból, és ezért, ezért az Istennek a hangját, amikor hallja az ember, akkor, akkor az nagyon konkrétan lehet Én, én azt mondanám, hogy vannak olyan imádságok, amik, amikről nem tudjuk, hogy Isten hogy fog rá reagálni, teljesíti vagy nem teljesíti. Ha egy alfa-rómeóért imádkozom, akkor nem biztos, hogy ez teljesülni fog. De ha azért imádkozom, hogy én, Uram, én szeretnélek téged megismerni, vágyom a veled való kapcsolatra, szeretném érteni, hogy mit mondasz, akarom, hogy szólj hozzám. Ez egy olyan imádság, amire százszerzalékos garanciát vállal Isten, és azt mondja, hogy aki kiált hozzá, meghallgatom. Tehát ez nincs olyan feltételhez kötve, hogyha kiállt hozzám, is, majd nem tudom Elég én mit csinál, kiált. jól viselkedik, meg megtisztítja magát előtte, meg, meg, meg megerősíti magát. Nincs feltételhez kötve. Az az egy feltétel van, hogy kiáltanom kell hozná. Az én életemben is voltak olyan, olyan mélységek, olyan fordulópontok, amikor, amikor azt éltem át, hogy onnan tudtam, hogy Isten szól abban az adott pillanatban, hogy... Például előfordult, hogy mondjuk egy napjáitott olvasása közben kaptam üzenetet, hogy azt éreztem, hogy de hát ezek az én gondolataim kihangosítva, ezek az én félelmeim, hát arra ad választ, honnan tudta XY, aki valahol lehet, hogy a világ másik pontján megírta ezt az öt mondatot, vagy tizet, akár húsz évvel ezelőtt, vagy bármikor, tehát ezek leírva az én. Hát erre keresem a választ. Hát honnan tudták, hogy nekem ez a kérdésem? Pont erre volt ma szükségem. Tehát, hogy ilyen, ilyen nagyon különleges, véletlen egymásra találások, amik, amikor az ember belegondol, hogy hát ezt most nagyon nehéz megmagyarázni, vagy beülök egy templomba, és pont arról szól az ige hirdetés, vagy pont valamiért egyszerűen a elevenembe talál egy mondat, és hirtelen úgy kivilágosodik, mint soha előtte semmi. És hogy az embernek, mintha szeméről lehullana valami pikkely, vagy ö, ö, valami, és sokan mondják, hogy nagy melegség járját a szívüket, vagy, vagy hirtelen valami olyan békesség, vagy olyan megvilágosodás jön utána. Ezek azok az ilyen tipikus jelei annak. Én ezt nagyon sokszor átéltem, és azt kell, hogy mondjam, olyan is volt, hogy egy épp egy iszonyú mélypontomon úgy megtalált egy ige, annyira szólt, annyira kihangosította a félelmemet, és arra adott egy nagyon mély, határozott bátorítást, hogy nem bírtam abba hagyni a sírást egy órán keresztül. Olyan, olyan megrendítő volt, tehát, hogy, hogy uram, te ennyire tudod, hogy nekem ez a, ez a központi kérdésem, hogy ez van a szívem mélyén, te így tudod, ennyire szeretsz, és ilyen egyértelműen adsz rá választ, de azért is mondom, hogy Isten szövegláda, hogy ezzel az élménnyel akar megajándékozni minket, de ha nem, tud, nem osztjuk meg vele a szívünket, ha nem öntjük ki, ha nem kiáltunk, ha nem keressük, akkor, akkor hiába áll ő az ajtó túloldalán. Ugye csodálatos az az ige, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, akkor bemegyek. De ez, ez az, az én feladatom. Mi ezt Jézus mondja? Igen. Tehát, hogy ez az én feladatom, hogy kinyissam azt az ajtót. Tehát ő kopogtat, folyamatosan kopogtat a, a szívem ajtaján. Minden egyes nyugtalanság, fájdalom, egy ilyen kopogtatás az életemben és hogy ő már rég ott tá tehát én mire odaérek, hogy lenyomjam a kilincset, már ott találok egy Igen, az egy, egy Jézust az ajtó előtt. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kapcsolatokat nem mi találtuk ki tehát Isten teremtett bennünket közösségi lénynek, mert ő maga a közösségi lény, és az ő hasonlatos képérés hasonlatosságára készültünk és és ő a kapcsolatok Istene és tudja, hogy hogyan működnek a kapcsolatok éppen ezért, mert ő találta ki, hogy, hogy egyáltalán van, hogy működik a kémia. De hát hogy működik ez? Tehát mivel Isten való kapcsolat is egy, egy személyes kapcsolat, tehát amikor Isten szól, az, tehát amit Virág mondott, hogy azt én megtehetem, hogy én megszólítom, hogy én szeretnék veled beszélni. És erre az ígéret az az, hogy, hogy tehát hogyha én Isten megszólítom, hogy szeretném hallani a hangodat, szeretném, ha megszólítanád, szeretném, hogy, 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 hogy szólj hozzám. Nyilván ezt őszintén kell, két dolog fontos, hogy őszintén kell kérnem, másik dolog pedig az, hogy akkor figyelnem is kell. Tehát, ha uh -huh. folyamatosan ezt mondom, akkor Isten azt mondja, hogy vá, 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 hagyjál már egy, legalább egy két másod, és vegyél egy kis levegőt, hogy tudjak én valamit mondani. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy hagyjam is, hogy, hogy ez megtörténjen, adjak erre lehetőséget Istennek, és azt ígéri, ez az ígéret, hogy egyébként szólni fog. És amikor Isten szól, azt az ember ugyanúgy észreveszi, mint amikor Szól valaki, aki, aki mellettem van, egy másik, másik ember. Tehát ugyanúgy fogom tudni azt, hogy Isten én tud, mert képes így szólni. Nyilván, amikor először kezdünk el beszélgetni Istennel, az, az ugyanolyan dolog, vagy még sose ismertük, nem találkoztunk vele, akkor az egy kicsit olyan, mint amikor egy, egy ismeretlennel kezdesz barátkozni. Tehát, hogy, <laughs> hogy egy kicsit feszélyező, kicsit nem megy. De hogy megy előre a dolog, és és kiderül az, hogy Hoho, hát mennyi minden dolog van, ami milyen érdekes, hogy megismerhetjük a másikból, és milyen olyan dologok vannak, amik összekötnek bennünket, ami hozzánk kapcsolódik, akkor erre közelebb kerülünk, és egyre jobban megy a kommunikáció is. És amikor már három éve vagyunk barátok, akkor már egészen másképp működik, már félszavakból is értjük mm -hmm. egymást, vagy egy, egy jó házasságban már tekintetéből tudja a másik, hogy hogy igen, most mire gondol a másik. Tehát, hogy, hogy észre tudjuk venni ezeket, hogyha eleget gyakoroltuk azt, hogy odafigyeljünk. Na most, Istenvel kapcsolatban, ugye azt kell tudni, hogy Isten nagyon jól ismer minket. Mm. Tehát tehát ő a szívek vizsgálója. Tehát ő nem szenved attól, hogy ne tudja, meg kelljen bennünket ismerni. Tehát, hogy itt, itt nem az a kérdés, hogy Istenem, látod, én ilyen vagyok, ez vagyok, az vagyok, amaz vagyok. Nekem kell megismerni őt. Tehát, hogy a, a hiány az, az a részemről van. Ő nagyon jól ismer, és nagyon, nagyon is szeret és szeretné, hogyha kapcsolatba. Lennék vele, ezért, hogyha én kinyitom, nyitott vagyok erre a, erre a fajta kapcsolatra, akkor ez tud működni, hogyha én meghallgatom Istent, hogy egyébként ő milyen. Tehát, hogy ezért ö, jó dolog, hogyha akarom Istent megismerni, tehát azzal nem sokat kell foglalkozni, hogy én megismertessem magamat Istennel, mert ez, ez a része, ez már így jól működik. Ö, ő, ő nagyon jól ismer, viszont én ismerjem meg Istent. Tehát ezért nagyon fontos dolog az, amit ő magáról nyilatkoztat ki, ahogy ő mutatkozik be. És egyébként pont ez történt, amikor, amikor Jézus megszületett, a betlemi így hogy Isten megmutatta, hogy ilyen vagyok, ez vagyok én, Amilyen, ahogy Jézus élt, az, abban azt láttuk, hogy ő milyen. És azt mondta, Jézus maga mondta, aki engem látott, látta az atyát. Tehát nézzetek meg, hogy én milyen vagyok. Ezért érdemes például, hogyha valaki meg akar ismerni Istent, akar vele beszélgetni, hogy, hogy, legyenek közös témáik, akkor először vegye elő mondjuk az evangéliumokat, mondjuk János evangéliumot, olvassa el. Nézze meg, hogy milyen volt Isten, gondolkodjon ezen, ismerje meg őt. Lássa meg, és aztán utána lehet a Bibliának a többi részeivel is foglalkozni, hogy egyáltalán megismerjem, hogy ő milyen. Akkor egyre jobban fogom már érteni Istennek a jelzéseit, a finom, tehát ahogy kommunikációba kerülök, ahogy dialógusba, de jobban egymásra tudunk hangolódni. Tehát, hogy szerintem ez másképp működik akkor, amikor az ember elkezdi ezt, meg megint más az, amikor ö, már egy ö, régebbi ö, kapcsolat van közöttünk, ugyanúgy, mint ö, emberek között is. De egy régebbi kapcsolat is tud... Ö Hát szárazabb időszakot produkálni lehet. Oh, hát egy házasság is. is így van. Nem? De mit tudtok tanácsolni annak, aki akár éppen az idei adventben érzi azt, hogy ez most egy nagyon száraz időszak, mm -hmm. hogy ő most Betlehembe tart, de az egyiptomi sivatagon keresztül vezet ez az út? Én azt gondolom, hogy ilyen helyzetekben, amikor kiszárad egy kapcsolat, egy házasság, akkor az leginkább azért van, mert nincs időnk egymásra. Gyökösi Mandi bácsi mondta, híres református pastorápszichológus, aki ő neki volt ez a mondása, hogy ha elvetted, akit szerettél, akkor szeresd, akit elvettél. <gül> És, <gül> ott a pont. Ott a pont, de igazából ez egy olyan dolog, hogy ha hagyok időt arra, tehát hogy erre, erre, érdemes visszaemlékezni, hogy, hogy minden szerelemnek volt egy nyitánya, nem? Tehát, hogyha ez kihűlt, ez a szerelem, akkor valószínűleg ez azért van, mert ezt nem ápoltuk. Amikor valami nincs ápolva, akkor az, az meg tud halni. Az Istene való kapcsolatban az a csodálatos, ami egyébként a sokszor a házasságokra is azt gondolom igaz, hogy ami úgy tűnik, hogy teljesen halott, az is életre tud kelni. Uh -huh. Azért, mert Isten a, az életre keltésnek az Istene, és hogy egyébként ezért rendezni tudja a kapcsolataimat akár másokkal is, de ez, ez, ugyanígy működik. Tehát, hogyha nem ápolom, ha nem tartok időt, tehát, hogyha nagyon száraz a kapcsolat, akkor meg kell nézni, hogy Mármint csak van közös programunk, beszélgetünk, vagy megbeszélünk. Tehát, hogy hogyan teszem a, a, a feleségem, és azt csinálom. Tehát vannak ilyen időszakok, vannak leterhelő időszakok, de hogyha nagyon leterhelő volt akár egy munka miatt, vagy egy projekt miatt, vagy bármi miatt az, az elmúlt időszak, és ezért eltávolodtunk magunkat, akkor, akkor gondoskodjak arról is, hogy most legyen olyan időszak, amikor visszaépítjük ezt, amit, amit, amit leromboltunk. Mm. És ugyanígy újra lehet kezdeni Istennel is, és, és ez egy csodálatos dolog, hogy Isten Én szeretne. Én álltam a saját életemből tapasztalatot, hogy nagyon nagy hatással volt rám, mikor megértettem azt, vagy így ugye szíven szívem még leengedtem, hogy valójában Jézus arra hív, és arra vágyik, hogy ő szerethessen engem. És hogyha ezt úgy igazán megértem, hogy, hogy azt üzeni, hogy enged már, hogy egy kicsit szeresselek, De ne te akarjál mindig annyira csinálni valamit, kicsit legyél nyugton, az kért, hogy szóljak hozzád, és akkor én elkezdek szólni. És hogy azt is tapasztaltam a saját hívőletemben, hogy van, a módszereken kell frissíteni. Tehát van olyan, hogy mást kell olvasni. Mit tudom én eddig ezt olvastam mondjuk napjáítatót, akkor most elkezdek egy mást. Eddig nem hallgattam podcastet ezentúl. Elkezdek hallgatni ige hirdetéseket. Vagy, tehát hogy van sokféle lehetőség, hogy akkor ha ez most egy kicsit megszáradt, kiszáradt, elfáradt, akkor próbáld meg másképp. Mérhetetlen mennyiségű forrás van amihez hozzá lehet jutni a világhálón keresztül is. A értékes tartalom lehet tehát, hogy, hogy, ha így nem ment, akkor egy kicsit másképp is lehet próbálkozni. De azt gondolom, hogy egy őszinte vágy van az ember szívében, és kiállt, hogy uram, kiszáradtam, elfáradtak az a kapcsolatunk, nem hallak, elvesztettelek valahol közben, túl nagy az aj, segíts, és megvan az én részemről is a nyitottság, hogy jó, de akkor hagyjak helyet, hogy válaszoljon, akkor, akkor fog erre leleményességet adni, vagy meglátogat valami oly módon, vagy megajándékoz egy olyan Isten ami átlendít ezen a ponton. Tehát ez ugyanúgy van, mint egy, egy, házasságban is. Tehát, hogy ha megszokások rabei vagyunk, és mindig minden ugyanolyan, akkor ez egy idő után nagyon unalmas. Tehát, hogy ahogy, ahogy az emberi kapcsolatok nem viselik el, mivel Istenne való kapcsolatunk is egy, egy valódi kapcsolat, és Isten valóban személy, tehát ugyanúgy működik ez a dolog, hogy kell annak egy dinamizmusa legyen. Egyébként ő is tud gondoskodni arról, hogy változtat, tehát, hogy Isten az nem egy ilyen uralmas, és akkor mindig ugyanaz a mantra és ugyanaz a, a dolog, hanem ő kreatív abba, hogy hogyan, hogyan, tud, min keresztül tud szólni az emberhez. És egyébként azt látom, hogy ha az ember ápolja Istennel a kapcsolatát, akkor egy idő után azt fogja érezni, hogy szinte minden ütő beszél. Tehát ezért mondta ez a. Igen. a ö, ö, Még egy falevélen keresztül igen. is képes szólni. Ezért, ezért mondta az a, 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 amerikai lelkész, amit aki te említett, hogy, hogy, ő egy szószátyár, tehát hogy szöveg. szövegláda, aki, aki egyszerűen Ilyen. tényleg Mindenen keresztül tud beszélni annak, aki hallja. Én egyébként Nem, tehát azért kanyarodnék vissza ehhez, hogy erről annyira sokszor elfeledkezünk. Tehát ez egy, ez egy üres frázissá vált az életünkből, hogy Isten szeret. Nekem ennek van egy, egy képi formája, az egész pontosan az ágyam mellett, az éjjeli szekrényen tartok egy képet. Ezt egyébként a tapolja emőkétől kaptam egyszer. Nagyon kedves nekem, és az egész hívő életemet azt kell, hogy mondjam, hogy egy kép át tudta formálni. Egy, egy Jézus kép egyébként, ahogy az ölében tart egy kisfiút, egy gyermeket, mondjuk ez tehát nem egy csecsemőkorú, hanem inkább egy ilyen kisiskolás korú kisfiút kell elképzelni, átöleli, és egy ilyen meghitt ölelésben vannak ketten, és a mindkettőjük arcán egy ilyen nagyon kedves mosoly van. Tehát nem csak a gyerekén, hanem az Úr Jézusén is, és engem ez a kép minden nap arra emlékeztet, hogy engem milyen szeretettel várnak. Tehát nekem azért nem nyűg és kötelesség ö, odaülni reggel, este, adventben vagy adventen kívül, mert én előttem mindig ez a kép van, én emlékeztetőül, hogy engem így vár a mennyei atya. És hogyha egy ilyen kapcsolatról van szó, akkor azért nincs szárasság adott esetben, vagy ha kezd már a jelek ott, csak ránézek a képre, és eszembe jut, hogy hát ide tartok. Meg hát a másik az, hogy, hogyha hosszabb távon van Istenel kapcsolatban az ember, akkor, akkor ugyanúgy, ahogy az emberi kapcsolatainkban egy csomó minden összeköt. Hmm. Tehát engem a feleségemmel rengeteg élmény fiatalkorunktól fogva összeköt. Tehát, hogyha visszagondolok, mert egy csomó mindent együtt csináltunk, és nagyon sok minden de ezek mind erősítették, és a köztünk lévő köteléket, ezek a közös történések, az, az a közös történelmünk, az az, az ami, hogy, és ehhez mi kellett az, hogy az ember időt szánjon rá. Hát ugyanígy Istennel is, hogyha van sok közös sztorim, akkor egy idő után ezek mind kialakul egy, egy kötődés kettőnk között, Igen. és, 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 az, és, az, egy, az egy nagyon erős kötelék lesz, az adott esetben nehézségeket, próbákat Kríziseket is képes kibírni, e, e, amiken keresztül egyébként Isten nagymestere annak, hogy ezeket a kríziseket, nehézségeket állásokká formálja. Azoknak még egy, a szívébe, életébe, akik őt még szeretik. egy abszolút személyes praktika. Én nem naplót írok, de hasonló valamit. Tehát nem azt írom le, hogy mi történt velem aznap, hanem azokat az üzeneteket, igéket, amivel Isten engem megszólított, vagy olyan különös véletlen egybeesések, vagy amikor úgy nagyon éreztem, hogy na ez egy, ez egy Isten élmény volt, ez egy találkozás volt, ez egy, ez egy olyan megmagyarázhatatlan, egy kis összekacsintás, egy simogatás Istentől. Én ezeket mind leírom, és a száraz időszakokban olyan erőt tud adni, mikor csak annyit teszek, hogy visszalapozok, és, e, és amikor amikor kiszárad a hívő élet, akkor a legjobb gyógymód az emlékezés. Mert az emlékezés szüli újra, tehát fölhevíti újra a szívünket, és eszünkbe juttatja azokat az élményeket. Nem is, ezért is mondja Isten, hogy emlékezz vissza. Mindazokra a, a csodákra, jelekre, mindenre a kinyújtott karra, amely tartott téged. Négy éve kezdtem el ezt ő, írni, most tartok a huszadik füzetnél, és a múltkor eszembe jutott, hogyha ha történne egy tűzeset, vagy bármi ilyesmi, hogy, hogy ezek, ezek lettek a legnagyobb kincseim. Tehát ezek a füzetek, amik. Tehát, hogy egyszerűen ránézek, és tényleg sokszor könyvfutja el a szememet, mert ezek a mi összekacsintásaink, a mi élményeink Istennál. Már húsz teleírt füzetnyi. Igen ez 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 a a kivonulás történetében nagyon sokszor kettő mózes előkerül. kerül. Emlékezz vissza a jelekre és a csodákra, az elős kézre és a kinyújtott karra, ahogyan kihozott téged, Istened az Úr. És ugye ez, egy, ez a nagy megmenekülésnek a története, ami valójában a zsidó nép megmenekülése az Ószövetségbe, kettő mózesbe, az az előképe annak, ahogy Isten bennünket megment, hiszen a Páska bárány az Jézus előképe. És ott a népét, ahogy kihozta, úgy akar bennünket is kihozni, honnan a szolgaság házából virág említetted, hogy nagyon szereted ilyenkor díszbe azért a házat hmm. is, mert ez segít abban, Nekem hogy nagyon. Én, én, ugyanilyen vagyok, úgyhogy rögtön mosolyogtam, amikor ezt mondtad. Mit javasoltok itt a beszélgetés végén? Konkrét tippet adjatok kérlek azoknak, akik nem csak az otthonukat szeretnék úgy igazán díszbe öltöztetni ebben az adventben, hanem szeretnének díszes ruhában, díszes lélekkel odalépni majd a Betlehemi elé. Mit tegyenek? Mi az, amit semmiképpen ne hagyjanak ki ebből az időszakból? több csend, én ezt mondanám. Tehát, hogy tévét kikapcsolni, telefonokat letenni, illetve csak olyanra használni, ami így lelkileg tud építeni. Jó zene, minőségi lelki táplálék, imádság, és este tényleg, amikor, amikor ha megtehetjük, minden elcsendesül körülöttünk, 5 perc, 10 perc, egy óra, hagy teljen meg ilyen éltető üzenetekkel. Ez olyan hosszú lista volt, én ezen teszek hozzá semmit. <laughs> Nagyon szépen köszönöm nektek a hosszú listákat is, a rövidebbeket is, és ezt a beszélgetést. Mi is köszönjük. köszönjük. Kedves hallgatóink, az Agapé Plus podcast mai részében Gyűri Virág újságíró szerkesztővel és Győri Tamás evangélikus lelkészsel, a Budapesti Kortás Keresztény Intézet igazgatójával beszélgettünk. Ne felejtjék, Agape című műsorunkkal szerda esténként jelentkezünk a Duna TV-n, podcastunkat pedig megtalálják a MediaClick.hu oldalon. A spotify és a Bizonyisten YouTube csatornán. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő műsorvezető Vágvői Gergelyt hallották. Isten áldja önöket!